Köszöntöm a Trió TV nézőit, a Büki híreket látják műsorunk tartalmából. Bükön tájékozódott az Északnyugat-Magyarországi zóna fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Az útépítések jelentőségét emelte ki a kormánybiztos látogatásán a térségországgyűlési képviselője. Legyen továbbra is vonzó település Bükk, ennek mentén fogalmaztak meg fejlesztési terveket. Oltottak a büki idős otthonban, 18-an kaptak koronavírus elleni vakcinát. Bükön kezdték és Bükön zárták a januárt, 9-szer vonultak az év első hónapjában a csepregi tűzoltók. Kedves nézőink, ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Már látható, hogy a fenntarthatóság és a digitális célok mentén jut majd Európai Uniós támogatás a terveknek a 2021-27-es költségvetési ciklusban. Ennek nyomán javasolta a fejlesztési tervei átgondolását Bükknek dr. Navracsics Tibor kormánybiztos. Ez az egész Észak-Vasmegyei térség most előállhat egy megyén belüli olyan térségi fejlesztési tervelés és általában megközelítési móddal, ami példát szolgáltathat többi megyének is, vagy adott esetben megyében más szereplőknek is, hiszen valóban úgy van, ahogyan igazgató tanácsi elnök úr, vagy igazgatósági elnök úr, tanulom a gazdasági élet fogalmait, mint így van, azok annyira bonyolultak, ellentétben a politikával, ami milyen egyszerű, hogy az a legjobb, amikor valaki tisztázza egyrészt a saját profilját, másrészt pedig tisztában van azzal, hogy a térségben melyek az erősségei, és ehhez hozzá tud illeszteni más települések erősségeit, és együttesen tudják fejleszteni a térséget, beleértve az adott települést is. Én erre óriási lehetőséget látok most mind a három forrás tekintetében. A kormányzati fejlesztéspolitika logikája nagyjából úgy működik, hogy ami reformértékű, tehát léptékváltó, és ebből adódóan beillik a gazdasági újjáépítési csomagba, az szerepelni fog már a majdan áprilisban az Európai Bizottságnak elküldendő nemzeti újjáépítési tervben vagy csomagban. Ami ide nem fér bele, az lehetőség szerint a több éves pénzügyi kerettervből legyen finanszírozva. Ez ugye időben is egy kicsit későbbi időszakot jelent, mert még a gazdasági újjáépítési csomag, legalábbis a bizottság tervei szerint, első darabjai, első finanszírozási elemei az év második felében már megjelennének az országokban, a gazdaságokban. Addig a több éves pénzügyi keretterv nagyon valószínűen annak köszönhetően, hogy ugye csak decemberben sikerült elfogadni a végleges formáját, ezért az idei évben ez már nem nagyon fog megjelenni konkrét pénzként, hanem valószínűleg majd 22-re áthúzódik. Illetve amelyik egyik uniós finanszírozási rendszerbe sem fér bele, amögött pedig ott áll a nemzeti költségvetés, amely reményeink szerint akkor is elég erős és elég robusztus lesz. Az uniós célrendszer nagy elemeit általában mindenki jól ismeri, operatív programok, és ebből a szempontból jól használhatók ezek a tervek is, beépíthetők az operatív programokba, hiszen bizonyára önök is tudják, hogy az eltervezett operatív program struktúrában lesz egy akvakultúra fejlesztési operatív program is, ami szinte egy-egyben megfeleltethető, és lesznek más olyan vállalkozásfejlesztési programok és a többi, amelyek jól illeszthetők az önök terveihez. Mégis én javasolnék még egy átgondolást a dologban, ugyanis az Európai Unióból érkező, elkövetkező 7 évben érkező pénzek közelfele a zöld átmenetre, klímavédelemre, fenntarthatóságra és a digitális átállásra lesznek elköltve. És ez adott esetben nem jelent lényegi változtatást fejlesztési tervekben, csak átcímkézést jelenthet. Tehát ugyanaz, ami turizmus vagy turisztikai fejlesztésként eladható, az eladható adott esetben fenntarthatósági projektként is. Fenntartható turizmus egyik legnagyobb téma, mindenki erről beszél, és Bükk is a maga lélekszámához viszonyított látogató számával ugyanúgy szembesül a fenntartható turizmus problematikájával, mint Dubrovnik a saját lélekszámához viszonyított látogatói számmal. Tehát itt is van lehetőség szerintem, ami megnövelheti az esélyét annak, hogy uniós források számára is láthatóvá váljon ez a fejlesztési terv, és hát a digitalizáció is hasonlóképpen ezernyi ponton, akár közszolgáltatások, akár gazdaságfejlesztés területén adnak olyan lehetőségeket, ami minimális áttematizálással vagy átfogalmazással jól eladható arra felé is. Úgyhogy rövidre
fogva. Én azt javasolnám, hogy miközben ez a terv így, ahogy van, ez is fussa a maga pályáját, készítsenek egy B-forgatókönyvet, ahol egy másik szemszögből, adott esetben az uniós prioritások szem előtt tartásával átfogalmazva gyakorlatilag ugyanezeket a programokat elkészítik, megalapozzák, és mi pedig természetesen tudásunkhoz és képességeinkhez mérten a legjobban megpróbáljuk segíteni az önök fejlesztési terveinek a megvalósulását. És köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen a nagyon tartalmas eszmecserét. Az ipar és a turizmus fejlesztései érdekében is elengedhetetlen az utak felújítása a Bükk körül. Erről is beszélt Ák Péter országgyűlési képviselő, amikor a fürdőváros bemutatkozott az észak-nyugat-magyarországi fejlesztésekért felelős kormánybiztosnak. Hogyha a választókerületem városaira tekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy már egy nagyon intenzív felkészülés és párbeszéd indult el az elmúlt időszakban annak érdekében, hogy az elkövetkezendő években sikeresen tudjuk együtt fejleszteni városainkat, amely nyilván hozzájárulhat a térségnek a gyarapodásához is. Így ilyen jellegű párbeszédre sor került már Sárvár tekintetében, Kőszeg tekintetében, és most pedig itt vagyunk Bükön, amit még egyszer köszönök kormánybiztos úrnak. Az én választókerületem Észak-Vas megye több tájegységből áll. A Vas megyeiek ismerik, a Kőszeghegy alja, Kőszeg székhelyjel, a Kemeneshát, Szeldömök mentén, a Rába vidéke, Sárvár, Répcalak között, és van az egykori Sopron vármegyéhez tartozó Répce vidéke, amely Csepreg és Bükk városa mentén szerveződik. Itt található tehát Bükk, amely az ország egyik legjelentősebb települése a turizmus tekintetében mindenképpen. Tudnunk kell azt, hogy ha az ország 10 legnépszerűbb települését összegyűjtik különböző listákon évről évre, akkor ott Észak-Vas megye két városa mindig felkerül. Az egyik az Sárvár, a másik pedig ezt is megelőzve Bükk 800 000 vendégészakával. Itt tehát ma az ország egyik leglátogatottabb és legkedveltebb településén vagyunk, amely bízunk abban, hogy ezt a vonzerejét fent tudja tartani majd a koronavírus elmúltával is. Akkor, amikor Bükkre nézünk, akkor egy modern és feltörekvő települést látunk. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy ennek a településnek a múltja az nagyon régre vezet. Nem olyan régen ünnepeltük azt, hogy 1265-ben volt a település első írásos említése. Számos település részből állt a ma Bükkvárosaként ismert település, hiszen alsó, középbük, felsőbük egyesülésével jött létre ez a város, és a városi címét 2007-ben nyert el. Ezért mondtam azt, hogy egy fiatal, feltörekvő városról beszélünk, hiszen bár évszázados a múltja, de mégiscsak a városi címről 2007 óta tudunk beszélni. Viszont ami ezt a települést erőssé tette, ahogy mondtam, a turizmus, 1957-ben itt kőolajat kerestek, gyógyvizet találtak, aminek kapcsán 1962-ben kezdődött el az az építkezés, amely a fürdőnek a létrehozásához vezetett. A 70-es években már egy országosan és Európában is ismert fürdőkomplexumot tudtak itt létrehozni, amely azóta is évről évre fejlődik, és most, hogyha igazak a statisztikák, akkor az ország második legnagyobb fürdője található Bükkön. Viszont Bükk két lábon akar állni, az egyik csak a turizmus, a másik pedig az ipar, és mindig is tett azért az elmúlt években, hogy ez a bizonyos ipari láb is erős legyen, és hozzá tudjon járulni a városnak a gyarapodásához. Nagyjából a meghívott vendégek tekintetében is ezt a kettősséget láthatjuk itt. Nem olyan régen raktuk le az ipari park fejlesztéséhez vezető alapkövet, hiszen a Nestlé, amely a legjelentősebb foglalkoztató, egy több 10 milliárd forint értékű újabb beruházást kezd el itt Bükkön, amit ezúton is szeretnénk megköszönni a Nestlének, hogy Bükköt választotta, és ezzel hozzá tud járulni a városnak a gyarapodásához is az elkövetkezendő években. Ahogy tehát mondtam, feltörekvő település, mindig azt keresi, hogy hogyan tud az elkövetkezendő időszaknak a kihívásaival megküzdeni. Polgármester úr nagyon ambiciózus, nagyon lendületes, és
ennek mentén szervezi meg itt az önkormányzatnak a munkáját. Én azt gondolom, hogy pontosan ezért a mai találkozó is már a jövő kérdéseire keresi a választ. Nyilván itt az elmúlt időszakban már számos egyeztetésen vettünk részt kormánybiztos úrral, aminek kapcsán mindig is felhívtuk a figyelmet a Vas megyét érintő lehetőségekre, valamint fontos projektekre. Így kiemeltük a közlekedésfejlesztési kérdéseknek a megoldásának a lehetőségéhez való közelebb jutást. Így számos alkalommal elmondtuk azt, hogy ez nagyon jó dolog, hogy Szombathely és Budapest között megépült a 86-os út, hiszen ezáltal Vas megye közelebb került Budapesthez, Bükk is közelebb került Budapesthez, de a feladat ezzel nem zárult le, és újabb kihívásokat kell megoldanunk. Akkor nem olyan régen Székesfehérváron találkoztunk, rámutattunk arra, hogy a folyamatban lévő legújabb ilyen jellegű fejlesztés, ugye a Szombathely-Kőszeg között a közlekedésfejlesztésnek a megoldása. Jelenleg ott már a tervezés fázisában tart az előkészítés. Ez még egy korábbi Modern Városok program vonatkozásába kerülhet majd megvalósításra. De azzal, hogy Szombathely és Bécs között egy ilyen jellegű közlekedésfejlesztés létrejön, akár egy négysávos úttal, az nyilvánvalóan az egész térségnek a vonzerejét fel fogja tovább emelni. De még ezzel sem zárul le az a folyamat, amely a közlekedésfejlesztési lehetőségeket tartalmazza, hiszen még két olyan út mindenképpen van, azt gondolom, amely az elkövetkezendő időszakban fejlesztés alatt kell, hogy átessen. Az egyik a 8-as út, ami ugye az ország nyugat-keleti átításában egy központi szerepet tudna vinni, ez is ugye érinti Vas megyét, és másik, amelyik pedig Bükköt érinti, az a 84-es út, ami itt halad el a város mellett. Én jó magam is most ezzel jöttem idefelé, hát elég nehezen lehet ezen az úton haladni, tehát mindenképpen érdemes megfontolni azt, hogy ezt milyen módon tudjuk továbbfejleszteni. Turizmusban nemzetközi, iparban regionális, szolgáltatásokban, közszolgáltatásokban pedig térségi szerepe van Bükknek, mutatta be a polgármester a kormánybiztos látogatásán. Dr. Németh Sándor szerint előnyben lenne Bükk, ha nem a lakosság számhoz mérve pályázhatna, hanem az ide dolgozni ingázókat és a turistákat is figyelembe vehetnék a fejlesztések alapjául. Burgellandot hozta jó példaként a településfejlesztésben. Mindenképpen a gazdaság érintő beruházásokat tartottuk fontosnak, hogy képviselő úr említette, alapvetően Bükk az két lábon áll most. Ebben a válságban ez egy nagyon fontos tényező, hiszen az ipari tevékenységnek a folyamatossága, ami a járványhelyzetben is megvolt, illetve megvan, ez biztosítja azt, hogy gazdaságilag egyelőre a város stabil, rettentő feszesen kell tervezni. Tulajdonképpen az önkormányzatiságban az elmúlt 30-31 évben ilyen nem volt, hogy valamire azt kell mondani Bükkön, hogy nem. Tehát pénzügyi vonatkozása van. Most vannak ilyenek, az önkormányzati intézményeken kellett jelentősebb megtakarításokat, sőt mondhatni megszorításokat, hiszen ha lefelezünk egy intézménynek költségvetést, akkor az megszorításnak is mondható. A működési tételekből annyi összejött azért, hogy egy stabil költségvetést meg tudtunk alkotni, és várhatóan ezt tudjuk elfogadni február közepéig. Természetesen attól függetlenül, hogy az ipari beruházások, illetve az ipari tevékenység az folyamatos volt, és most is az a városban, természetesen a turizmus, amely felemelte ezt a települést, az továbbra is prioritást élvez, tehát fürdővárosként definiáljuk magunkat. Tehát alapvetően a fókusz, amire összpontosítottunk, vagy inkább a jövőkép, az azt jelenti, hogy a turizmus szempontjából egy nemzetközi szinten való további versenyképesség, illetve versenyelőny. A célunk ipar vonatkozásában regionális jelentőségű iparról beszéltünk, hiszen megye határt messze átnyúlik. A vonzás körzete a gyáraknak, azok több mint félmegyényi területre terjednek ki, tehát több 100-120 településről ingáznak be a munkavállalók. És ez most már elég jó méretű, hiszen buszokkal szállítják be őket nagy részt a foglalkoztatók, tehát elég pontos képet tudunk adni erről. A harmadik dolog pedig az ipari tevékenység mellett mindenképpen az, hogy a közszolgáltatások egyrészt a meglévők legyenek kisvároshoz méltóak, másrészt pedig lehetőleg a kisvárosi ranghoz
pozíció az, ami Magyarországon elvárható, az a település tudja. Ezért volt közintézményfejlesztés az elmúlt években, a kormányablakot közösen adhattuk át 2017-ben, szintén 2017-ben a bölcsőde megnyitása volt napirenden, és hát az önkormányzati intézményeket, azokat sikerült felújítani, és tényleg azt lehet mondani, hogy nyugat-európai színvonalon tudják ellátni a lakosságot. És úgy gondoljuk, hogy ez a hármas dolog, tehát egy kistérségi szintű tulajdonképpen közszolgáltatások, tehát nemzetközi turizmus, regionális ipar és térségi szintű közszolgáltatások, az a hármas, ami biztosíthatja azt az életminőséget, ami továbbra is vonzó településé teszi Bükköt. A népességben a negatív csúcsa 70-es évek elején volt, 2400 fő, ez folyamatos csökkenés volt ugye a korábbi időszakhoz képest, ott állt meg. Egy ilyen korszakhatár valószínű nem a fürdő megnyitása volt, hanem a fedett fürdő létesítése a 72-ben, amely azt jelentette, hogy a szezonalitása az intézménynek megszűnt. És ezzel kezdetét vett az a népesség növekedés, ami napjainkban is tart, és az új statisztika szerint 3537-en vagyunk a településen. És ez egy folyamatos 20-30 fős növekedés, tehát 1000 év alatt egy középváros leszünk, hogyha a trendek nem zökkennek ki. Egy nagyon komoly probléma a pályázatokon egyébként, hogy az infrastruktúra fejlesztésnél mindig a lakónépességet, vagy az állandó népességet nézik, és maximum egy kiegészítő rubrikába tudjuk betenni azt, hogy ja, még ide néhány ezer ember bejön napi szinten dolgozni, meg ha teltház van, akkor a 6000 férőhelynél 10000 főre kéne lőni az infrastruktúrát. Ez az utakat, amit képviselő is említett, rettentő módon megterheli, és nem tudunk érvelni, mert az indikátorok, a mutatók nem azt jelentik, mert nem tudjuk ott érvényesíteni mondjuk a pontozásnál az előnyt. Ezért legalább annyira fontos, hogy ugye a 8-as, 84-es út mellett a ráhordó út hálózatot is a lehetőség szerint érdemes lenne fejleszteni. Illetve még egy annyit említenék ehhez, hogy Bükk ilyen szempontból egy kapuktojás, hiszen a település méretéhez képest nagyon nagy turisztikai és ipari potenciállal rendelkezik. Tehát nem tudjuk igazából sehova se beilleszteni. Egészen jelentős feladatot lát el így regionális, megyei, nemzetközi szinten, sőt kistérségi szinten, hiszen általában véve szolgáltatás hiányos és hát viszonylag szerény anyagi képességekkel, lehetőségekkel rendelkező falvakat lát el. Ugye a kistérségi társulás is működik, orvosügyeletre vonatkozóan, védőnői ellátásra például, családsegítő gyermekjóléti szolgálat, és sokszor nekünk kell a zsebünkbe nyúlni, mert értelemszerűen a kisebb települések nem tudják ezeket a financiális dolgokat minden esetben fedezni. És így mindig ezzel a dologgal kell megküzdenünk, hogy ezt próbáljuk láttatni magunkat, hogy a település méretéhez képest jelentős a potenciál, amit érdemes lenne fejleszteni. És még egy szempontot szeretnék felvillantani, hogy nagyon hasonlít a település hálózatunk Vas megye, Győr-Moson-Sopron és Zala megye a szomszédos Burgenlandhoz, hiszen hát abból lett tulajdonképpen, mi önmagunkkal vagyunk szomszédok minden irányba ez az ország. És Burgenlandban is azokat a tényezőket emelték ki a területfejlesztésnél, hogy ugye ott a nagyvárosok mind ezen az oldalon maradtak, és kijelöltek viszonylag kis településeket központként, amelyeket aztán megfejlesztettek, és ezekből a központokból tulajdonképpen az úthálózat feljavításával, a közlekedés feljavításával ez a fajta innováció kiterjedt erre a rettentő falusias térségre, ami a Burgenland is. Körülbelül itt is ez lenne szerintem a cél, aztán lehet, hogy másképpen látja, hogy ilyen innovatív zónákat, ezt a burgenlandi tartományi fejlesztési tervekben így is nevezik, illetve technológia offenzívának, hogy technológiai centrumokat jelölnek ki, és azt terjesztik szét a környékére ezeket az innovációkat, fölveszi a képzett munkaerőt, megtartja a középosztályt a falusi térségekbe, és tulajdonképpen ezek a technológiai centrumok által lefedett területek összeérnek, és így lefedik a tartománynak az egész területét, így tudja az egészet fölemelni. És ugye itt van a szomszédban, szó szerint a szomszédban a jó példa, hiszen Burgenland az nem csak nekünk lehet példa,
hanem az egész Európai Unióban is az, hiszen a legszebb példája, sőt talán az egyetlen példája annak, hogy valóban az uniós forrásokkal egy szegény és szerény képességekkel rendelkező, gyakorlatilag ránézésre a térképen életképtelen tartomány hogyan tudott fölzárkózni. A Navracsics Tibor látogatásán bemutatott Büki fejlesztési elképzelésekről még beszámolunk az ipar és a turizmus mentén is a Közéleti magazinban. 10 lakó és 8 dolgozó kapott koronavírus elleni védőoltást a Dr. Horváth Tibor Szociális Központban. Az oltás második felének beadása majd február 20-án lesz esedékes. Tünetmentesen átvészelték az oltást, tájékoztatotta a január 30-án megkapott vakcináról Réde Csiné Gacs Gyöngyi, a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ intézményvezetője. A koronavírus ellen oltottak a Büki idős otthonban is. Itt 10 lakó és 8 dolgozó kapta meg január 30-án a védőoltás első felét. 2 dolgozó később kapja meg a vakcinát, 1 munkatárs pedig már korábban kapott oltást. A most oltottak számára a koronavírus elleni második oltás február 20-án lesz esedékes a Büki Szociális Központban. Kiemelt helyszíne lett a közlekedési baleseteknek a Zsira és Répcevis közötti útszakasz. Ezt is hozta már az év, és kémény tűz is adott munkát a csepregi tűzoltóknak januárban. A műszaki mentések között rendkívüli feladat is adódott. Kovács András, a Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke összegezte az évkezdő heteket. Hogyha most magyar órán lennék, akkor azt mondhatnám, hogy keretszerkezetes rendszerben dolgozunk. Januárt Bükön kezdtük és Bükön fejeztük, és elközött volt 9, azaz 9 riasztásunk, és 2020-hoz képest már egyel több, hisz 2020 januárjában 8-al kezdtük az évet, 2021-ben ez 9-szer sikeredett, mindjárt tűzzel. Nem elégszer mondjuk el, úgy látszik, egy kémény tűzzel kezdtük Bükön mindjárt az évelején a riasztásokat, szerencsére anyagi kárt leszámítva nem történt személysérülés, és vélhetően menthető a kémény is, illetve az épület is. És aztán jöttek sorba a műszaki mentéseink, de hogyha pontosan egyetlen egy tűzesetünk volt, az egy kémény, volt 6 műszaki mentésünk, amiben aztán minden található volt, és volt 2 téves jelzésünk. Egyik az Acsád, újfent megint visszatérő vendégként, ha szabad viccesen fogalmazni, már nem az sajnos. Szerencsére nem kellett vonulnunk, csak megkezdtük a vonulást, ugyanúgy, mint az összes többi szombathelyi, sárvári, körmendi, soproni szerek, de aztán lemondták érvényes lemondókóddal, illetve Bükön a fograktárban jelzett be egy tűzjelző, hál' Istennek ott sem tűzre, füstre utaló jelet nem tapasztaltunk, tehát téves jelzés volt. És akkor a műszaki mentések, hát ugye, mint mondtam, hogy keret szerkezet, Bükön kezdtünk, Bükön végeztünk, és a végével kezdeném akkor igazából, hogy hát egy Büki túlsúlyos személy, túlsúlyos, túlméretes, nagyon nagy súllyal, mozgásában erősen kázolt személyt kellett több alkalommal is segítenünk. Az első 2 mindjárt az vasárnap éjszaka, illetve hajnalban történt, amikor nem tudom, leesett az ágyról, és oda kellett a mentősöknek segítenünk félhelyezni. Illetve örömhír az egész tragédiának tűnő helyzetből, hogy január végén elsikerült költöztetnünk egy új helyre, és remélhetőleg információim alapján egy jobb életre az egészségét visszaszerezendő nagyon sok lépést tesz annak érdekében, hogy egyrészt nagyon sokat fogjon a túlsúlyából, 2 pedig, hogy végre az egészsége is, és hát mozgásában is tudjon mozogni, és ne legyen korlátozott. Tehát ez volt a keret. És akkor közben úgy néz ki, egy új helyszín lép a simasági 84-es főút helyébe, ez pedig a Répcevis és Zsira közötti útszakasz, hisz 2 műszaki mentésünk is ide történt. Az egyik az egy kamion, egy teherautó csúszott le a magas patkáról a mélyebb árok részre. 5 kellett mentenünk, majd egy busz, ami személyeket szállított. Egy kamion érkezett vele szembe, a kamion átsodródott, vagy áttért a mellirány szerinti baloldalra. A buszos, hogy menekítse az utasokat és a buszt is, meg magát is, lehúzódott a patkára, a patkán megsüllyedt, és hát elég meleg helyzet volt, majdnem felborult, a felborulás határán volt a busz bent a munkásokkal.
Ez volt egy komolyabb mentésünk mind a kettő, és mondom, sajnálatos módon ezen az utcakaszon az elmúlt években is már több alkalommal volt, tavaly is ide többször vonultunk, és idén már kétszer egy hónapon belül ezen a szakaszon. Úgyhogy azért szeretném a KPMS-ek figyelmét felhívni, hogy valamit kellene szabályozni az utcakaszon, nagyon-nagyon magas a kamionforgalom, és mi kint voltunk azon a közel két órás műszaki mentésen, számtalan kamion és busz haladt el azon az útszakaszon, ami viszont erre a forgalomra alkalmatlan keskeny. És egy műszaki mentésünk volt még Csepregen, Alkotmány utcában. Annak idején még az előző ciklusban, amikor Alkotmány utca felújításra került mi akkor, és nem csak mi tűzoltók, hanem a ott lakók is jelezték, hogy nem szabadna ilyen mély árkot kialakítani a Bognár-Rinát utca felé szakaszon, a felújítás során, mert baleset veszélyes. Hát az idő, illetve a megjegyzések bennünket igazoltak sajnos, hiszen amikor most leesett a hó januárban, a havas úton egy személyautó megcsúsztatásában mély árokba, közel két méter mély árokba borult be, oda kellett vonulnunk műszaki mentésbe. Úgyhogy mozgalmasan telt ez az esztendőnk is, és a kincsédom szintén, amelyik a csúszós útszakaszok megjelentével a hajnali lefagyások következtében két pályálhagyás is történt, személyisérléssel nem járt ugyanakkor nekünk munkát adott, hisz utakadályt képezett az autó, és nem is tudták elmozdítani, hogy mind a két esetben oda kellett vonulnunk, és kiszabadítani a személyautókat. Úgyhogy így telt a januárunk, és hát nem biztató az indulás, mert mondom, az előző évhez képest már egyel több riasztásunk volt 2021. januárjában. Kedves nézőink, a Büki híreket látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Műsorainkat megnézhetik interneten a www.triotvdunantul.hu oldalon, és megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen. Viszontlátásra!